Már csak hetek, egészen pontosan 21 nap van hátra a 17. FINA világbajnokságig. Napról napra egyre nagyobb az érdeklődés. Az események becslése szerint közel 350 ezer embert vonzanak majd Magyarország területére. Vendégem a témában Borsa Miklós, a Budapest 2017 Nonprofit Kft. Szóvivője. Jó reggelt kívánok! Hát ez nem semmi 350 ezer embert vendégül látni mondjuk. Beszéljük egy picit a helyszínekről. Szerencsére nem nekünk kell őket etetni. És... igen. Beszéljünk egy picit a helyszínekről. Pontosan hány helyszín van? 5 helyszínünk van, 6 sportág. Ugye a Duna Arénában lesz a műugrás és az úszás. Így tudjuk az 5 helyszínen a 6 sportágat vendégül látni. Közlekedés. Mennyire kell attól tartanunk, hogy megbolondul a város, megbolondul a fél ország, ugye, mert hogy Füred is bekapcsolódik ebbe a dologba? Két világbajnokság lesz gyakorlatilag, az egyik az elit világbajnokság július 14-től 30-ig, és lesz egy Masters augusztus 7-től 20-ig. Kettő között fújunk egyet. Kettő között fújunk egy hetet, igen. Na most az elit világbajnokságra olyan 2-3 és fél ezer versenyzőt várunk. Őket mi szállítjuk saját buszokkal fél óránként a szálláshelyek és a versenyhelyszínek között, tehát azt gondolom, hogy ez a közlekedésben túl nagy gondot nem okoz. Utána augusztusban 12-15 ezer versenyző jön, tehát ők sokkal többen, és ők igénybe fogják venni a tömegközlekedést. Vagy taxival mennek, vagy a hajójáratokkal, amiket pont a világbajnokságra állítunk be a Dunán. Hogy áll a jegyértékesítés, és hát hol lehet még? Ugye decemberben kezdtük a jegyértékesítést, nagyon nagy volt a roham, például a vízilabdára másfél nap alatt fogytak el a jegyek. Érthető módon. Igen, pedig akkor még nem is tudtuk a sorsolást, nem tudtuk, mikor lesznek a magyar meccsek, de ma délután 3-kor minden olyan jegyet, amit még valahol a fiókból elő tudtunk venni. Jó, ez egy kicsit túlzás, mert azért itt egyeztetni kellett természetesen a FINA-val, és eredetileg is úgy gondoltuk, hogy nem decemberben hirdettünk meg minden jegyet, hiszen elfogyott volna karácsonyig, és akkor aki mondjuk februárban vagy márciusban eszmél, hogy ki szeretne menni a VB-re, az nem kapna jegyet. Nagyon nagy az érdeklődés, de ma délután 3-kor az Eventim jegyiroda hálózatában megindul az összes olyan jegynek az értékesítése, ami még van. Ami még marad. Aha. Az óriás toronyugrás kivételével minden egyes eseményre lesz még jegyünk. Több mint 130 ezer jegy kerül most piacra ma délután, úgyhogy 3-kor internet. Akkor most érdemes figyelni a netet, aha, és igen. Érdemes ott. És nagyon fontos, aha, hogy itt vegyenek jegyet, tehát vagy a mi oldalunkra menjenek fel a Budapest 20, tehát FINA kötője budapest2017.com-ra, onnan is ugyanoda jutnak át, vagy az Eventim jegyirodába, mert külföldi ilyen jegyértékesítő oldalak 10-szeres szorzóval árulnak jegyeket, és ne szaladjanak bele, hogy mondjuk két darab 1500 forintos jegyet 40 ezerért vesznek meg. Ha valakinek esetleg nem sikerül, mert lecsúszik róla, biztos ilyen is lesz. Lesznek ilyen, mint ahogy a foci lesznek szurkolói zónák, tehát például a Duna Arena, illetve a Margit sziget előtt lesz úgynevezett Market Street, ilyen vásártér, ahova ingyenes lesz a belépés, de csak átvizsgálás után lehet a biztonság fenntartása miatt bemenni oda is, de ott lesznek szurkolói zónák, nagy kivetítőkön lehet nézni az eseményeket, és hát a TV, tehát a TV is közvet. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Érdemes délután rögtön fölmenni az internetre, mert hogyha másfél nap alatt elfogyott mondjuk a pólóra egy decemberben, akkor ez most sem lesz másként. És az úszásra, az úszó döntőkre, főleg amikor a magyarok úsznak, mondjuk 24-e, 27-e, 29-e, pillanatok alatt el fognak kelni a jegyek, mert tehát Hosszú Katinka, Kenderesi Tamás, igen, Kapás Bográrka, Cseh László, Gyurta Dani, Jakab Bozsuzsa, olyan húzó nevek, hogy szerintem pillanatok. Hol leszel? Ingázol folyamatosan, jössz, mész az 5 helyszín között, vagy lesz egy bázisod, ahonnan figyeled az egészet? Budapest a bázis. Aha. Természetesen az első héten, amikor a nyílt vízi úszások vannak, akkor lesz benne Füred is. Egyébként Budapest a bázis, és jövök, megyek mindenhova, ahol éppen szükség lesz rám, ahol meg szeretne valaki kérdezni valamiről, hogy mi történik. Nagyon szépen köszönjük a friss információt. Köszönöm a lehetőséget.